Fiat Linea a cég újkori sikeres vonulatának egyik jeles képviselője, Magyarországon különösen kedvelt négyajtós lépcsős hátú verziója a Bravo Brava családnak, illetve a Grande Punto által képviselt korszerű formatervezett orrésznek a folytatása, ebben az esetben egy hatalmas csomagtartóval is kiegészül, ami ugye tudjuk, hogy Magyarországon különösen fontos, ettől várnak újabb sikereket a Fiatnál. Hát nézzük is meg ezt a csomagteret, ami igencsak hosszúra, nyulánkra sikeredett, és más modelltől eltérően nagyon szép és varázsló, tehát egyáltalán nem egy teherként, egy felesleges púpként égtelenkedik itt az autó hátuljában. Egyébként ez a kis préselt, a csomagtér fedélbe préselt felirat ugye a Fiat újkori identitás tudatáról tanúskodik, a régi retro betű típust mutatja, és mindenképpen ténylegesen a titka lehet a cég, a márka újkori feltámadásának, ugye a Grande Puntóval, illetve a Bravóval megkezdett felzárkózásnak, hiszen egészen jó értékesítési adataik vannak most az elmúlt egy-két évben. Na nézzünk ide be a csomagtérbe azért, mert a fedél díszítésén kívül azért vannak itt még érdekességek, például az, hogy egészen hosszan és mélyen nyúlik be a utastér mögé, és jól pakolható, még itt van egy kis plusz pakolási rekesz is a csomagtér padlója alatt, így összességében jóval 400 liter fölötti csomag elhelyezése nyílik így lehetőség, és hát ami egy fontos praktikus dolog, ugye, hogy távirányítással nyílik, az ebben a kategóriában az nem teljesen hétköznapi megszokott dolog. Nagyon szépek a hátsó lámpák, tehát tényleg stílusosan zárja le az egész autó formáját ez a hátsó egység, és hogyha előrefele haladunk, megint nézzük így visszafele hátul előhaladva a formákat, jól formázottak, szépek az oldalajtók, kellően szélesre is nyílnak, és az autó orrésze pedig már ennek a bizonyos kicsit Maserati is, kicsit olyan presztízs jellegű vonalnak a szép példája, és mindjárt megnézzük azt is, hogy milyen motor dohog itt a motorháztető alatt, mert ez is fontos dolog, egy 1.4-es 120 lóerős turbo jetről van szó. Nézzük, mi újság itt a motorház fedél alatt. Hát nem egy szépségdíjas, mint a motor elhelyezése és a műanyag burkolat, de hát higgyék el, hogy ez egy 1.4-es T-Jet motor, tehát turbo feltöltő van ellátva, ami ugye az újkori vonal, új divat, hogy viszonylag kicsiny hengerűrtartalomban egy turbó segítségére aránylag nagy teljesítményt előcsalni. Ez 120 lóerős, de van 150 lóerős verziója is, és ami a legérdekesebb, hogy a korábbi turbóktól eltérően ebben nincsen turbóluk, nincsen egy lórugásszerű nyomaték érkezés, hanem viszonylag egyenletesen szépen adja le a nyomatékát, már-már egy dízelhez hasonlíthatóan, ami abból is látszik, hogy 4-es fokozatban 30-40-nél is szépen elgurul az autó, anélkül, hogy rángatna, és ez valószínűleg a gazdaságosságnak az egyik záloga. Bár azt hozzáteszem, hogyha hajtjuk az autót, nem is kell túlzottan nagyon a végsebességre törni, 160 körül autópálya tempónál is bizony benyeli azt a 9,5-10 litert, tehát meggondolandó, hogy mennyire nehézkedünk rá a gázpedálra. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of
Hát a lényeg azért mégiscsak ugye egy ilyen autó belsejében lakozik, ami nagyon szépen sikerül, gyönyörű a kárpitozás, legalábbis ebben a kivitelben. Kifejezetten szépen formázottak az ülések, nagyon jó ez a plüsszerű bevonat, a középrész egy kicsit durvább anyagból készült, hogy ne csúszkáljunk az ülésben előre-hátra. Az oldaltartást azt egy kicsit hiányolom, bár ez nem egy sportos, inkább családi modell, tehát mondjuk, hogy még ez is rendben van. Nagyon kényelmes, komfortos ez a könyöklő, aminek magassága állítható itt középen, és ami az egyik legnagyobb kedvencem, egy érdekesség, itt alatta lakozik egy kis kapcsoló, amit sokáig kerestem, de végül megtaláltam, ennek segítségével lehet a deréktámaszt, ugye az ülésnek a deréktámasz részét felfújni, felpumpálni, és ezáltal tényleg komfortos, hosszú távon is hát jó kényelmet biztosító lesz, legalábbis a vezetőülés, mert ő másik oldalon nincsen ilyen. Ami a vezető előtti látványt illeti, kellemesnek mondható, nagyon jól formázott, egy speciális, érdekes kis lapítással ellátott a kormánynak ez a 10 óránál és 2 óránál levő része, ugye, ahol a szabályok szerint markolni kell. Majd, hogy nem, mint egy pisztoly markolat úgy illik a kezünkben. Tehát egy kényelmesen jól fogható és jól irányítható kormányról van szó ebben az esetben, itt ebben a felszereltségben bőrbevonatú, multifunkcionális, tehát az összes a hifi rendszerhez kapcsolódó gombok megtalálhatók. A komputer különböző funkcióit, ugye, hogyha gyújtást ráadjuk, akkor innen vezérelhetjük és láthatjuk. Igen, meg is mutatjuk, ott van középen, tehát a két analóg óra között. A turbó nyomást is egy grafikonon szemmel követhetjük, hogyha beindítjuk a motort, akkor mindjárt látható lesz, hogy ez a kis grafikus ábrázolás hogyan működik, miközben jelzi ugye természetesen azt is, hogy a jobb oldali első ajtó nyitva van, de azért, hogyha tovább lépünk, akkor reméltek mást is megtudunk. Például az, hogy mennyi üzemanyagunk van még, 148 km elegendő az eddig megtett kilométerek, száma az eddig átlagfogyasztás, kicsit húzos, ugye 10 liter közelében van, de hát mondtam, hogy 160 is mentünk, tehát tartósan 160-nal mentünk ugye németországi autópályán. Látható, mint meglódul a jobb oldalon a fordulatszámmérő mutatója, bal oldalon a sebességmérő, mindkettő analóg. Kicsit lehetnek talán nagyobbak a számok, de összességében stílusos és jól olvashatónak mondható, még akár szépnek is nevezhetnénk. Az órák elhelyezését, formáját, végülis semmi kivetnivalót nem találunk rajta, ez a kis fém keret, ez még exkluzívabbá, még látványosabbá varázsolja az összképet. Na nézzük, mire elegendő ez a turbónyomás, hogyha egyes fokozatot kapcsolunk, már indulhatunk is. Egyébként meglepően csendes az autó, legalábbis így belülről, a motorház előtt állva nem annyira tűnik csendesnek, de ebben a helyzetben eléggé kellemesnek nevezhető, főleg ha még az ablakokat is bezárjuk, akkor ugye hallják, hogy nem hallanak nagyon különösebb zörejt, inkább a futómű felől érkeznek érdekes hangok, azok sem van nagyon zavaróak, vagy nem nyöszörgés jellegűek, vagy nem a futómű problémá, inkább csak egyszerűen a keménységből adódó, és hát egy rossz útfelületen való pattogásából adódik a kerekeknek. Mégsem nevezhető igazán sportosnak az autó, még csak a felfüggesztés sem, hiszen ahogy kanyargunk, érzékelt és látható az oldaldőlés, hiszen végülis ez egy családi jellegű autó, inkább a komfortra hangolt. Hát ez már a magyarországi utak minőségének sajátossága, hogy ezeken ennyire pattogósnak tűnik egy ilyen autó is. De hát ha már négyen ülünk benne, meg még csomagok is vannak, akkor ez már megszűnik ez a probléma, nagyon jól üli, fekszi az utat, és a hosszú felépítése miatt az autónak, a hosszú tengelytáv miatt is aránylag jó az egyenes futás, és jól irányítható is, tehát kanyarokban is azért kellemes partner.
mondom, nem sportos autó, bár a teljesítmény akár ahhoz is elegendő lenne a sportos autózáshoz. Inkább azt mondanám, hogy egy kényelmes, de a családot mégis időben a megfelelő helyre eljutatni képes járműről van szó, és mindenképpen jó alternatívája, hogy a Bravo-val újraélesztett modell családnak, ugye az ötajtós verziónak ez egy nagyon jó, még népszerűbbé tehető verziója, ugye lehet mondani, hogy a magyar családok kedvence általában minden ilyen középkategóriás autóban a puttonyos, vagyis a lépcsős hátú verzió. Most hát a Fiat ezzel igyekszik kedveskedni. Viszonylag baráti áron a magyar autóvásároknak, bár hozzáteszem, az autó ezekkel az extrákkal már azért nem is mondom ki a számot pontosan mennyivel, de lényegesen meghaladja az alapárat. Tehát azért meg kell néznünk, hogy mi az, amit hozzáíratunk az alapfelszereltséghez. De összességében a Fiat általában arról híres, hogy baráti árakat szab, és a magyar piacon ennek is köszönhető a több évtizedes sikerszériája.